Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Szép napot kívánok, folytatódik a Pécsi Mozaik, a Rádió 1 magazin műsor. Egy közelgő színházi előadásról fogunk beszélgetni, október 13-án mutatják majd be a Mecseki Tigris, vagy Amit akartok című darabot. A vonalban Fábián Péter, a darab írója, a stúdióban pedig Benkó Bence rendezőt köszönthetem. Kezdjük veled, Péter, honnan az ötlet, miről is szól ez a Mecseki Tigris? Igazából ez már egy évek óta bennem forrongó dolog, ami most itt papírra vettetett. Nekem a doktori dolgozatom az ógörög komédiával foglalkozik, mint műfajjal, és igazából abból indultam ki, hogy az ógörög komédiának a szerkezetét vettem alapul, hogy egy átiratot készítsek Arisztofanésznek a műveiből. De aztán ez csak egy alapötlet maradt, és végső soron maga a darab az valahol a szabadszájúsággal foglalkozik, illetve az öncenzúra kérdéskörét járja körbe, hogy van-e öncenzúra, ha itt akkor van-e rá szükség, hasznos-e vagy káros. Mi az a Mecseki Tigris? Mecseki Tigris az egy olyan meglepetés, amit most nagyon nagy balgasság lenne, azt hiszem, lelőni a premier előtt. Egyébként a Mecseki Tigris, mint jelenség, az létező dolog, tehát hogy szerintem a legtöbb pécsinek ez nem is újdonság, hogy azt hiszem 2004-ben bukkant fel a Mecsekben, állítólag egy 9 éves kislány látta, hogy egy tigris valahol Mecsek nádasban, vagy nem is tudom hol felbukkant, és aztán egy éven keresztül folyt egy hajtóvadászat különböző szervek bevonásával, vadőrök, meg rendőrök, meg mindenki kereste a Mecseki Tigris, de aztán senki sem találta meg, és úgy éreztem, hogy ez a legenda, ez annyira vicces, hogy akár még egy darabnak a címéül is szolgálhat. De aztán, hogy hol van benne Mecseki Tigris, azt most nem lőném le, ha nem gond. Maradjon akkor ez meglepetés. Hogyan találtatok egymásra? Mi Budapesten egy független társulatot vezetünk, ez a K2 Színház. Mi igazából úgy találtunk egymásra, hogy 2009-ben felvettek minket a Kaposvári Egyetemnek a színművész szakára. Osztálytársak lettünk, és mi ott végeztünk 2014-ben, tehát egyébként mind a kettőnknek színész diplomája van, de 2014 óta vezetjük a K2 Színházat Budapesten, illetve most már egyre több vidéki színházba is hívnak minket írni, rendezni. Sőt, mi ezt gyakorta ketten csináljuk, tehát a darabjaink nagy részét mi ketten írjuk, és mi ketten rendezzük. Tehát ez a helyzet, amiben most Pécsen belekerültünk, ez számunkra is különleges. Most történik először az, hogy én például egyedül rendezek egy színházban. Na, mesélj erről a közös projektről, a Mecseki Tigrisről. Egyáltalán, amikor elolvastad ezt, akkor mire gondoltál, hogy lehet ezt színpadra vinni? Igen, nagyon fontos, hogy ezt kérdezed, amikor elolvastam. Itt nagyon-nagyon sokáig nem volt szöveg. Tehát, hogy amikor ez a felkérés hozzánk érkezett... Igen, akkor eszembe jutott a Petyának ez a projektje, hogy ő ezt valamikor szeretné megcsinálni, sőt, már régebben felkért engem, hogyha valamikor ez meg lesz, akkor rendezzem meg. És amikor itt minket felkerestek Pécsről, a színháztól, és azt mondták, hogy valami olyan darab legyen, amit mi írunk, tehát kortárs magyar, akkor mondtam Petyának, hogy itt az alkalom, írd meg a darabodat, bármiről szól, én nagyon szívesen megcsinálom. És akkor tehát múlt az idő, és én az olvasó próba előtt, hát egy-két nappal olvastam talán ezt a történetet, és egyébként amellett, hogy nagyon jól szórakoztam, meg egyébként rendkívül okos szövegnek tartom, ráadásul a Petya végig ilyen iambikus trimeterbe, vagy mibe írta, de javíts ki, Petya, rosszat mondok. Igen. Tehát, hogy őrületes meló volt egyébként. Az olvasópróbán a második felvonást mi még nem is láttuk, tehát ez később készült el. Így aztán számomra is ugyanolyan meglepetések voltak, mint a színészek számára, de azt hiszem, hogy abban mélyen egyetértek, amiről a Petya ebben a darabban beszélni szeretne. Legalábbis fontosnak tartom ezt a kérdést. Ez meg tulajdonképpen felülírja azt, hogy milyen is a konkrét megírt dráma. Ráadásul ez a csapat, akikkel én együtt dolgozhatok, itt a színészek iszonyatosan rajta vannak azon, hogy ez egy jó előadás legyen, nagyon egy irányba toljuk a szekeret, úgyhogy lehetne a világ legrosszabb drámája is egyébként emellett. Mégis elég felemelő, hogy egy dologról szeretne beszélni ez a tizenakárhány ember. Túl sokat eddig nem árultatok el erről a darabról, fiúk, mégis mire számíthatnak majd a nézők, az érdeklődők? Péter?
Igazából talán annyit azért elárulhatunk, ez nem egy olyan nagy poénvadászat vagy lelövés, hogy az egész cselekmény az egy drámaíró agyában fog játszódni. Tehát van egy ilyen felvetése a dolognak, hogy a színpad, meg a nézőtér, meg az egész színházi tér az egy agy. Tehát egy drámaírónak az agyában vagyunk, és az ő ötletei a karakterek, akik a szereplői ennek a történetnek, és az egész sztori akörül bontakozik ki, hogy ezekből a gondolatokból, amik járnak a szerző fejében, mi az, amit leír, és az, amit nem ír le. És amit nem ír le, azt miért nem ír le. És e körül bontakozik ki a cselekmény, ami egyébként hol abszurd, hol ilyen helyzetkomikumokkal tűzdelt, szóval remélhetőleg mind a mellett, hogy egy ilyen filózás erről a kérdéskörről, amellett egy szórakoztató este is várja a nézőket, remélhetőleg. Tehát akkor elgondolkodva fogunk nevetgélni? Szerintem ez az ideális hatása a dolognak, hogyha ez kerekedik ki. Akár még az is, hogyha elgondolkodva nevetve felháborodunk bizonyos dolgokon, hogyha sikerül annyira provokálni a nézőket. De hát ez már rendezői kérdés, úgyhogy el is adnám a szót. Igen, érdekes kérdés ez, de tehát most a provokációt persze nem úgy kell érteni, hogy mi direktbe bántanánk a nézőket egyszerűen, csak... Ja, dehogy is. Nem, tehát rendezőileg is mondom, hogy nem került bele ilyen. Egyszerűen tényleg maga a téma felvetés az már olyan, ami el tudom képzelni, hogy valakinél kicsapja a biztosítékot, anélkül, hogy bármi otromba aktualizáló gesztusra gondolnánk. Ráadásul ezzel a csavarral, amit a Petya mondott, hogy ezek az egész darab tele van olyan szereplőkkel, akik azon gondolkodnak, hogy vajon ők színpadra kerülve kiborítanák-e a nézőket, és mindezt mi egy színpadon látjuk. Tehát, hogy van benne ez a nagyon érdekes helyzet, ami szerintem egyébként tényleg egy nagyon okos játék lehetőség, amiben egyébként szívesen vonjuk be a nézőket is, ha már ott vannak. De mondom, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mi őket direktben bántanánk, bögdösnénk, vagy bármit csinálnánk. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy ezen az egészen egy nagyon jót lehet nevetni, és egy nagyon, én számomra egy nagyon fontos vita bontakozik ki ebben az egész előadásban, mint egy jó régi görög drámában. Alá állnak két emberek, és érvelgetnek jobbra-balra. Tehát valami ilyesmire lehet számítani, mind a mellett, hogy reméljük tényleg szórakoztató is tud lenni ez az egész. Kiket láthatunk majd színpadon? Tőlünk a K2 Színháztól érkezik két színész, Piti Emőke és Horváth Szabolcs, illetve vendégként jelen van Formán Bálint, aki szintén Kaposváron végzett és szabadúszó. Őket most csak azért vettem előre, mert mi vagyunk így a vendégek kvázi itt a színháznál. Lesznek benne a Kaposvári Egyetem most végzős színész osztályából is fiatalok, illetve hát kaptunk, én nekünk nagyon nagy izgalmat jelentett a pécsi, idézőjelben mondom persze szeretetből, hogy a nagy öregek közül, tehát Urbán Tibor, Herceg Adri lesz benne, Stenzer Béla, Götz Attila, Javlasics Barbi, bocsáss meg Barbi, szeretlek. De, tehát, hogy ők, és akkor mi így bejöttünk ide még pluszban négyen melléjük, ami szerintem nekik is egyébként egy elég izgalmas dolog, meg nekünk aztán pláne, tehát ilyen vérfrissítéssel terhes, pozitív kis próbaidőszaknak mondanám. Hol tartotok a próba folyamatokban? Most már azért vészesen közeledik a bemutató. Hát ez az, igen, ráadásul úgy, hogy mi a fő próba hetünk, tehát a bemutató előtti héten le is kell, hogy álljunk egy hétre, tehát most igazából nem sok időnk van hátra. Én azt hiszem, hogy elég jól haladunk mind a mellett, hogy persze, mivel ennyi ember játszik a darabban, sokszor nehéz összeegyeztetnünk a próbákat, ahogy az már lenni szokott, de ez nem újdonság. Úgy áldogálunk valahogy. Most azon izgulunk éppen nagyon, hogy a zenészek, ugyanis élő zene is lesz benne, tudjanak velünk próbálni, mert nagyon elfoglalt, és elég jó zenészek vannak benne, de most nagyon szeretnénk, hogyha lennének velünk. Én attól nem félek, hogy elkészülünk-e vagy nem. Ekkora parák nincsenek, ráadásul én nagyon-nagyon bízom a csapatban. Egyébként még ha bajban is lennénk, akkor is valahogy így válvetve mennénk neki ennek a bemutatónak. Október 13-án tehát Mecseki Tigris vagy, amit akartok a Pécsi Nemzeti Színházban. Köszönjük szépen Benkó Bence rendezőnek, illetve a vonal túlsó végén Fábián Péter írót hallhattuk.